mutasd be akkor a színház tagjait, mert elég listás volt vagytok, úgyhogy... Igen, kvartetről van szó, Nagy Natália, Pető Zsolt és Kovalik Balázs alkotják velem együtt. Így áll össze a kvartet. Így. Én azt tapasztaltam, hogy olyan nagyon nehezen lehetett megtalálni benneteket, hogy merre jártok Pesten. Én a Skinnyre emlékszem, de ott is egy kisebb 4-5-ös előadások voltak. De mint beszélgettünk kint, és meglepetésszerűen fölteszem ezt a kérdést neked, a közönség nem is hallotta még, hogy hol jártok most októbertől? Októbertől immár nem a Skinny Színházban, hanem az ennél egy kicsit nagyobb Merlin Színházban fogunk játszani. És pedig azért, mert az a Merlin Színház, mint befogadó színház működik ősztől tavaszig, és nagyobb a hely, és több napot tudnak adni, amikor ott mi állhatunk. Mit fog a kedves közönség látni most tőletek? Hát, mint te is tudod, meg talán a közönség is tudja. Csinálom, a Holló Színház mindig angol eredetiből lefordított jeleneteket ad elő, magyarul, és most két ilyet fogunk látni. Két angol jelenet, mind a kettő ilyen elképzelt tévériportnak mondható. Tehát ennyi elég előjáróban, a többi kiderül a jeleneteknek a szövegében. Jó, én akkor kirepülök és átadom a színpadot. Jó estét kívánok! Őszintén szólva című műsorunkban fiatalok vallanak problémáikról. A most következő fiatalember még csak 18 éves, és egy olyan baja van, amelyről kevesen beszélnének nyilvánosan. Legyen szíves! Üdvözlöm! Mondaná nekünk valamit a problémájáról? Hát, 18 éves lehettem, amikor a barátaimmal elmentünk egy bulira, és hát sokat ittunk, amitől persze eléggé beindultunk, és akkor valaki megkérdezte, hogy nem akarok-e elmosogatni. Elmosogatni? Igen. És ön ekkor vált mondjuk így a mosogatás rabjává? Nem. Először nem akartam részt venni benne, de a srácok azt mondták, hogy gyáva, aki nem próbálja meg. De sajnos hagytam magam rábeszélni. Értem. És élvezte a mosogatás? Nem. Először nem. Teljesen kiboltam borulva, hogy mit csináltam. Uh-huh. De aztán csak olyanok között éreztem jól magam, akik szintén mosogattak. És mondja, próbált-e orvoshoz fordulni? Sajnos nem rögtön. Pedig ha már akkor kezeltetem magam, nem kerülök abba a helyzetbe, amibe kerültem. Mi volt az a helyzet? Hát, szilveszteri buli volt a haveroméknál, és egyszer csak beállított egy csomó ismeretlen srác. Én rögtön tudtam, hogy nagy baj lesz, amint megláttam náluk a mosószereket. És akkor valaki azt mondta, hogy menjünk a kamrába. A kamrába? Igen. És maga ment? Nem tudtam, hogy milyen hülyeséget csinálok. És mit találtak a kamrában? Már elég sokan álltak benn, és csupa veszélyes dolog volt náluk. Partfis, porron, tolseprű, meg ilyenek. És önnek mi volt erre a reakciója? Döbbenet, utána undor. Uh-huh. De akkor az egyik srác a kezembe nyomta a szivacsot. És maga használta? Hát igen. Először nem élveztem. Nedves volt, és folyton kicsúszott a kezemből. De később már hiányzott, ha nem volt nálam. Aztán jöttek a házak. Ez mivel járt? Betörtem házakhoz, és amíg nem voltak otthon a lakók, lemostam az ablakokat. Letöröltem a bútorokat, a függönyöket pedig beadtam a tisztítóba. Szörnyű. Köszönjük szépen, hogy őszintén elmondta a problémáját. Egy tipikus eset. Az imént hallott alanyt X úrnak fogjuk hívni, bár a valódi neve Gary Jackson. Milton Sugar út 32/A, Middlesex. Telefon 246-8047. Mi lehet az, ami az olyan embereket, mint X úr, erre az életmódra ösztönöz? Hallgassuk meg a pszichológus véleményét. Mi pszichológusok megállapítottuk, hogy a lakosság 8%-a mindig is fog mosogatni.
tulajdonképpen valamennyiünkben ott él, mélyen elrejtve a házvezetőnő. Végül is kimerné őszintén állítani, hogy egyszer vagy másszor nem érzett szexuális vonzalmat takarítóeszközök iránt. Egy biztos, én éreztem. A legtöbb egészséges kamasz életében van egy olyan időszak, amikor naponta háromszor, négyszer is elmosogat. Másfelől viszont vannak fiatalok, akik csak azért válnak e szenvedély rabjává, mert ez tilos, mint a gyilkosság. Azt is betiltották, egyből vonzó lett. Csak úgy javíthatunk a bűnözési statisztikán, ha kevesebbet tiltunk. Itt van például a pirománia. Végül is ki merné őszintén állítani, hogy egyszer vagy másszor nem gyújtott fel valamilyen fontos középületet. Egy biztos, én gyújtottam.